Rácpácegres a négyszögletű kerekerdő közepén van. És innen csak egy ugrás Ajachtán Kutarbáni király fazsindejes palotája, és a palota mögött rögtön kezdődik csodaország. A négyszögletű kerekerdő egy olyan világnak a jelképe, ami nincs, de nagyon jó volna, ha lenne. És a meséimben úgy szerepel, mint a Békeszigete, még akkor is, hogyha néha-néha föltűnik benne kisfejű, nagyfejű zordombordon. Szóval itt a díszes társaság. Persze, hiszen tudod, hogy itt lakunk. Nevelés nem más, mint a gyerekeket betörni a felnőttek világába, leszoktatni őket az egyéni látásmódjukról, valahogy lehetővé tenni, hogy ugyanazon kódjelek szerint beszéljenek, viselkedjenek, ami szerint ugye a fölnőtt világ viselkedik, mert különben nem értenénk meg egymást. Élet és irodalom tördelő szerkesztője lettem. Mi még ólommal dolgoztunk, és ugye elmondhatom magamról, hogy két kihaló szakma van bennem, egyfelől az ólommal dolgozó nyomdász, másrészt az író, mert ugye egyikre sincs már a nagy szükség. Itt Magyarországon az író forog keserű levében. A Zsuzsa az egy nagy szerencséje volt az Ervinnek. Ők annyira, de annyira megértették egymást. Ez több mint 30 év, azért az nagy idő. Olyan különös tekintettel azt mondta, hogy apám, nagyapám, cigány vagy, a rontás ellen karikát hord a bal fülében. És én gondolkoztam rajta ott a villamosban, hogy hát milyen érdekes, milyen jó, nekem még nem volt olyan ismerősöm, akinek Cigányvajda a nagypapája, most már biztos meglátogatjuk a Cigányvajdát. Az Ervin 25 millió gyereket szeretett volna szerintem. Igazából olyan, nincs mondjam, társasági életet élt, hogy igazából nehéz elképzelni, hogy Budapesten kívül máshol tudott volna élni. Tehát Pécerről is, mikor Pécseren laktunk, mondta az anyu, hogy volt, mikor én még nem születtem meg, hogy az apu eltűnt, napokra bejött Budapestre barátaihoz, az nem lehetett róla tudni semmit, hogy hol van és mit csinál. Nagyon szeretett élni, minden az anyu mesélte, hogy hát a barátai mindenek fölött, és amikor ugye már megszülettünk, én is, meg az öcsém is, akkor ebből már egy kicsit le kellett adni. A mi gyerekeink már kezdettől fogva azt gondolták, hogy a társadalmi létre a legalsó szintjén ott az írók vannak. Édesapám nagyon örült neki, ezt mindig hangsúlyozta, hogy én nem lettem író. Igazából ez egy nem tudom ki mit gondol róla, de én ugye belülről láttam, ez egy nagyon nehéz szakma, mivel nap mint nap, hogyha alkotni akar valaki, akkor saját magával kell megküzdenie. Ez nem tudatos, hogy én az ő nyomdokaiba szeretnék lépni, bár nagyon büszke vagyok rá, hogy ő az édesapám, és nyilván nem szeretnék rosszat írni, mert nem akarok szégyent hozni a fejére. Egészen más beállítottságúak vagyunk. Lehet, hogy vannak dolgok, amikben egy strófra jár az agyunk, és lehet, hogy valaki kívülálló tud esetleg találni valami hasonlóságot. Nagyon jó apuka volt. Rengeteget beszélgetett velünk, szerintem nagyon kevés szülő beszélget ennyit a gyerekeivel. Ő szorongásos ember volt, tehát nehogy azt higgyük, hogy ez a vidám ember az kitörő életöröm, ez is ő volt. De rengeteget szorongott. Nem szeretett írni, tehát az írás a szenvedés volt neki. Ugyanakkor, amikor létrejött valami, akkor az olyan, mint amikor egy kajlóban egy igaz gyöngy létrejön, hihetetlen sok szenvedés, piszok és áthúzás és átalakítás után létrejön egy csodálatos alkotás. De hogy ez sokszor fizikai fájdalmat okozott neki, hogy ezek a történetek létrejöjjenek. A meseírás is hozzásegítette ahhoz, hogy egyszer találjak egy kaput ahhoz, hogy ezeket a történeteket, amiben a csodás elem meg a valóságos elem keveredik, meg tudjam írni, és hát most ezzel foglalkozom. 5 év alatt írtam már 8 ilyen kis történetet, és ha még van 5 évem, akkor még írok 8-at.